említette, hogy kizárólag délután tudunk találkozni. Szent a rendelés idő? Hát a rendelés az olyan szépen szent, hogy ugye 8-7 éve most már előjegyzési rendszerrel dolgozunk, tehát ez egy 1400 fős körzet, és tulajdonképpen nem lehet másképp most már ez a millió feladattal, amit nyakunkba kaptunk itt az elmúlt években. Covid alatt ez nagyon jó volt, tehát én reggel 8-14-ig van a rendelés, délután 14-16-ig a készszállít. Na most extra ritkaság az, hogy 11 óra 51 perc üres legyen a váró. Ilyen nagyon ritkán fordul, mert 7-8-kor már itt vagyunk, és általában 12 után is itt vagyunk még, de a betegeknek mutatom. Tehát a betegeknek a bejelentkezése azért telefonos előjegyzés alapján van, és így nézett ki például a mai napunk. Itt volt reggel 9 órától egészen 11 óra, és még 20 akiket ma írtunk bele hozzá. Itt van a holnapi nap reggel 8 órától. Tehát akik időpontra érkeznek, nem akut panasszal, azok mindenki óra persze jön. És már a jövő héten is szépen be vannak írva a betegek. Tehát ezt nem nagyon lehet, nem illik felborítani, mert azt mondom, hogy betegnek a 9 óra 30-a legyen itt, akkor 9 óra 30 perckor én behívom az ajtón. Akkor is, hogyha mellette esetleg még 5 beteg, egy napos derékpanaszával szeretne bejönni, az megmondjuk, hogy jöjjön vissza ekkor, vagy holnap akart időt adott, tehát azt a rendszert, ami régen úgy működött, hogy reggel 30-an verték az ajtót, és köztük volt a elkasi fájdalmas, anginás sürgősen ellátó beteg, a gondozásra szóló kismama, a kétnapos asfájós, meg a 3 éves derékfájós, tehát így nem lehetett dolgozni. Bevezettük, nagy nehéz munka volt, csak ragaszkodom hozzá, hogy a betegetek a 90%-a az időpontra jön. Ide telefonál reggel, doktor éjszaka, ez volt a panaszom, lázas, amikor ránézek a naptára, tessék bejönni, 8:30-ig ott van egy üres hely, és akkor bejött, nem várt. Nem kölgik össze egymás, stb. Próbáljuk a lázasokat általában a rendelés végén 10 és 11 óra között elrendezni, azért covidos most is van, hetente 3-4. Kismamákat, daganatos betegeket, szívbeteket nem összeengedni a tüdőgyulladásos lázas köpközés betegekkel. Talán jön most az influenza szezon, megindult az iskola, ugye rengeteg légutas panaszos beteg van, most már szépen szaporodnak itt szeptemberben megint, próbáljuk el szeparálni. Azon kívül pedig az orvoshoz járás az ne arról szól, hogy 3 órát áll a rendelőbe. Ő veszi a telefont, asszisztensen vagy én triázsoljuk, mennyire akut a panasz, nyilván, hogyha valami nagyon sürgős, akkor azonnal, hogyha kevésbé sürgős, akkor tessék bejönni ekkor, ha meg több hónapos panaszról van szó, és kivizsgálást igényen, akkor kap általában 3-4 napon belül, 5 napon belül egy időpontot. De ez másképp nem működik. Tehát másképp azt a mennyiségű beteget, hogy napi 50-60-70 beteget ellátni más formátumban nem lehet. Az csak kapkodás, meg szőnyek alá söprés. Tehát ehhez én 25 éve csinálom ezt a praxist, de gyakorlatilag az elején kipróbáltunk sok mindent, sorszámosztót, kártyát, kis füzetbe fölírást, ennyi sem működött. Ez az előjegyzéses rendszer, ez olyan 2017-ben kezdtük el bevezetni, 18-ban már a betegek több mint a fele előjegyzéssel érkezett. A Covid alatt ez nagyon jó volt, mert ugye ott magától értetődő volt, hogy csak előzős telefonálás után lehetett bejönni a rendelőbe egy bizonyos időszakban. Ott aztán teljesen éles lett 19-ben, és azután se adtuk fel, tehát továbbra is. A beléptető recept azért tartottam meg, hogy azért most se csináljuk meg azt, hogy egy lázas beteg gondol egyet, és bejön, amikor teszem azt, hogy kisromai daganatos beteg, vagy bármilyen beteg van benne. Egyszerűen 4-5-nél több beteg nincs a váróban, tehát nincsen zaj, kulturáltan lehet dolgozni, és elláttunk a mai napon is 58 beteget reggel óta, csak nincsen tömeg. Mi vitte erre a pályára? Hát orvosi pályára engem az vitt, hogy nagyon tetszett. Nagyon-nagyon szerettem a biológiát, nagyon szerettem a fizikát, kémiát. Sarkadi gimnáziumban tanultam, egyes iskolában voltam általános iskolás, és a gimnáziumban jártam 81-85-ig. És hát már akkor ugye a kedvenc tantárgyaim, a tanáraimnak köszönhetően, főleg a biológia, Kodolovszky János tanáról, kedves felesége volt a kémia tanárom, Kodolovszkyné országos versenyeken, irinyi versenyeken indultunk, fizikából is nagyon jó volt, erős volt az oktatás, és hát nyilván a reál tantárgyak felé orientálódtam, és hát a biológia, fizika, kémia, ezek adták a dolgot. Illetve hát ez a családban volt orvos, a Debrecen Egyetemnek az élettan professzora, rektor helyettese, nekem az anyai nagybátyám, a Kesztyűs Lórán professzor, már nem él, ő volt a családban az egyetlen orvos, lehet, hogy is benne volt, de valahogy nem is tudom. Tehát valahogy már a gimnázium első évében általánoskában kialakult, hogy én mindenféleképpen orvosi pályára szeretnék menni, és akkor ennek megfelelően vettem fel a fakultációkat, tanultam már latint, gimnázium első, másnak éve volt lehetőség rá,
fakultációban biológia, fizika, kémia tantárgyak voltak azok, amelyeket erősen mentek, és benne értelemszerű volt, hogy 8 évben a érettség után az orvosira felvételeztem, a Szegedőbe fel is vettek utána rögtön az első kanyarvet. Akkor még egy kicsit nehezebben ment, mert ilyen 17-18-as túljelentkezés volt, és akkor még azért a korábbi 120 pontos rendszerből volt a felvétel, ami úgy nézett ki, hogy 60 pontot lehetett a iskolai eredmény alapján összeszedni maximum, és 60 pont volt a felvételi, amiben volt egy központi írásbeli, akkor biológiából és fizikából, az egyetemen volt egy szóbeli, szintén biológiából és fizikából, és akkor úgy nézett ki, hogy a gimnáziumban a tanulmányi átlagokból jött össze, fél év évigi bizonyítványokból jött össze a maximum 60 pont, amit ugye vinni kellett, és utána a központi, ez most nagyjából az emelt érettségének felelhet, úgy gondolom meg, a központi felvételit írtunk biológiából és fizikából, az maximum 15-15 pontos volt, tehát így jött össze abból a maximum 30 pont, és akinek ez megütötte egy bizonyos pontszámot, akkor behívták az egyetemre, és ott egy bizottság előtt kellett tételekből húznunk és számot adni a tudásról, ami szintén 15-15 pont, tehát 30, tehát így jött össze a 2x60, a maximum 120 pont. Most abban az időben emlékszem rá, hogy engem 118 ponttal vettek föl, és 116 ponttal már nem lehetett abban az évben bekerülni. Tehát 1985-ben 117-118 pontosok kerültünk be, tehát gyakorlatilag 116 ponttal már esélyem volt. Tehát valaki írt egy 13 pontos szóbelit, hogy az iskolából nem vitte, csak 2 pontot veszített, az már abban az évben nem került felvételre. Nagyon erős volt a mező, 17-18-as túljelentkezés voltam, ami azt jelenti, hogy majdnem 20 emberből egyet vettek fel a jelentkezők közül. És ez sikerült, és hál' Istennek az egyetem is jól sikerült, mert ja, nem volt semmi probléma vele, sőt, úgyhogy ott végeztem. Kórházban kezdte a pályafutását. Igen. Mi vitte a házi orvosi irányba? Hát egy érdekes történet, többször volt kanyar a történetben. Én egyetemen másod-harmadéves koromtól kezdve sebésznek készültem. Mindent efelé is tettem meg. Gyakorlatilag már az harmadéves koromtól kezdve sebészeti műtéttan tanszéken demonstrátorkodtam, ez azt jelenti, hogy oktattam a harmadnegyedéves egyetemistaként oktattam az alsóbb éveseket. Ez jó volt egy bevételi forrásnak és fizetésnek, és meg az ember gyakorolt. Azon kívül volt egy másik mellékállás az egyetemen, a mentősöknél letettem a mentőtiszt 4-es vizsgát, negyed év után, és akkor a szegedi mentőállomáson vonultam először mentőtisztként, aztán majd végig után Gyulán mentőorvosként még éveken keresztül. Viszont úgy alakult a sors, hogy ugye 89-ben, én 91-ben végeztem, 89-ben ugye kitört Romániában a forradalom, rengetegen jöttek át a határon orvos kollégák is, és a Gyulai Kórházban hiába volt akkor még Sátori Ödön főorvosul állta, meg egy ígéretem arra, hogy sebészeti állásom lesz a Gyulai Kórházban, sajnos megtelt el a kórházat, Romániában menekült kollégák, gyakorlatilag fölvettek mindenkit, akit lehetett, akkor még nem volt orvos hiány. Akkor egy belgyógyászati sebészeti állásért 8-10 idézőjelben verekedtek egy jobb helyen. Tehát betelt, és én sajnos pont a szigorú évemben 90-91-ben szembesültem azzal, hogy hát itt a környéken biztos, hogy nem lesz sebészeti állásom, és választhattam, mert a Szeged Egyetemen akkor a sebészeti tanszéknek, a sebészeti klinikának a professzora Karácsony professzor úr volt, aki nekem felajánlotta, hogyha folytatom ott a sebészeti műtéttani oktatást, akkor egy év múlva lesz állásom a sebklétán. Aztán úgy alakult az élet, hogy a másik szívem csücske a belgyógyászat kardiológia volt. Feleségem ugye gyógyszerész, mi összeházasodtunk 89-ben még egyetem alatt, és utolsó évet már úgy csináltam meg, hogy sarkadon jártam, feleségem gyógyszerészként itt dolgozott a benti nagypatikában, és nem akartunk Szegedre visszamenni, hanem mindenképpen a Gyulai Kórházban kellett elhelyezkedni, és Deri tanár úr a kettes belgyógyászati osztálynak az akkori osztályvezető főorvosa, megyei szakvegyő kardiológus főorvos volt, és ugyan nem volt üres állás, de kiárta a szkandaligazgató úrnál, éppen egy hely megörült, egy házoros kollégám, akkor kiment az osztályról körzetbe, és meghívott az osztályra dolgozni, úgyhogy csak ideiglenes státuszban, és aztán ott is ragadtam, tehát 91-től egészen őt nyugdíjazták 97-ben. Én 96-ban tettem be egy ügyeszeti szakvizsgát, a kettesben osztálynak kardiológia, majd utána a kardiológiai szakvizsgára készültem. Azonban úgy hozta a sors, hogy az osztályvezető főorvosi váltások alapján olyan helyzet alakult ki a kórházba, hogy hirtelen egy fél év alatt talán 6 szakorvosok jöttünk el az osztályról, egy elég rossz vezetőség, vezetőváltás volt akkor a kettesben élén,
és gyakorlatilag több magammal hagytuk ott a kórházat, mert nem láttuk azt sem a szakmai, sem a emberi, sem a betegek javát szolgáló előremutatást, amit mi korábban megszoktunk, és nagyon sokan eljöttünk, és nekem adódott a lehetőség, hogy sarkadok kerüljek lévén nagyszülőkig visszamennek mindenki sarkadni, ez az egyik. A másik pedig az, amikor nekünk még volt katonai szolgálatunk, tehát én amikor 95-ben végeztem, én 92-ben kértem, hogy minél gyorsabban hadd tölthessen le ezt az utófelvétel, és jogászokat előtte viszik az egyetemünk, az orvosokat utána, mert ezzel bőroldják meg a katonai szolgálat, mert az laktanyák orvosi szolgálatát. És én 92-ben vonultam be februárban, és abban az időben az akkori, már nem ér sajnos pinterős háziorvosi kollégám egy időre abbahagyta a háziorvoskát Sarkadon, és más vállalkozást nyitott, és Sarkad itt állt, hogy akkor 5 felnőtt körzet volt, és lett egy üres körzet. És engem megkeresett az akkori polgármester, hogy nem lenne kedvem a katonaság alatt polgári szolgálattal ellátni, segíteni a településen a háziorvosi ellátás, nem tudom, nagyon szívesen. Meg volt az alapkiképzésünk Pesten, és utána sikerült, hát az is kellett némi hátszél elintézni azt, hogy én 92 márciusában volt az eskütétel, áprilisától gyakorlatilag egészen 93 februárig leszerelésig itt dolgoztam Sarkadon háziorvosként. De visszakerültem a kórházba a leszerelés után, és utána, amikor tények elé álltunk, hogy mozdulni kell az osztályról, mert itt aztán nem lesz semmi szebb és jobb, akkor pontosan a Sarkadi önkormányzat létrehozott egy 6. felnőtt háziorvosi körzetet, mert a lakosság szám akkor indokoltá tette, és akkor létrehozták ezt a körzetet, ahova hónapon keresztül nem volt pályázó. És én úgy döntöttem, hogy akkor ezt megpályázom, sikerült azokkal a feltételekkel megegyeznem az önkormányzattal, amivel akkor úgy gondoltam, hogy el fogunk tudni indulni, és akkor nem ment a központi rendelőbe, mert addig minden orvosot rendelt, hanem elsőként kikerültem ide a teleki részre, ahol korábban is volt orvosi rendelés, itt egy már most a régi Penny van, most a Penny van, és akkor sikerült kijönni, ez gyakorlatilag 98. február 1-én kezdtem meg itt a munkát, és azóta is folyamatosan, tehát most volt februárban 25 éve, hogy itt elkezdtem dolgozni. Aztán háziorvos tanszakvizsgát csináltam, a beegyezhetőt hasznosítom továbbra is, a 2010-ben megnyílt járási kistérségi beegyezett szakrendelésen dolgozom egy most jelen pillanatban egy heti 5 órát hétfői napokon, plusz a szociális otthonnak, itt egy 90 fős idősek otthon van, ennek is gyakorlatilag 98 december óta láttam az orvosi feladatait, tehát már kiszámolod is hosszú, ez is gyakorlatilag most ez decemberben 25 éve, úgyhogy van tenni a bőségesen. A praxis szépen kinőtte magát egy optimális 4500 közötti beteg létszám volt a legmagasabb, most talán kicsit kevesebben vagyunk, hát Sarkad lakossága is fogy, mint minden Békés megyé településé. Most jön 1300-1350 beteg tartozik hozzám. Hogy aztán majd úgyis most mi lesz ezzel a közösség átalakításokkal, nem tudjuk, de ez egy optimális létszám. Tehát ezeket normálisan lehet ellátni, szűrni, gondozni, alaposan. Ez egy hogy alakul, hogy nem tudjuk. Nem túl biztató jelenleg, de majd meglátjuk. Mi a hitvallása orvosként? Ahogy látom, nagyon fontos ön számára az orvos-beteg személyes kapcsolat. Hogyne, persze. Tehát, talán két dolog az, amiből soha nem voltam hajlandó engedni, sem orvosként, sem semmilyen más egyéb tevékenységem kapcsán, akár versenyzés, akár vadászat, akár bármilyen más civil szervezetben vezetőként. Kicsit nagyon maximalista vagyok, ami azt jelenti, hogy ha valamit csinálok, valamit elvállalok, akkor azt csak úgy tudom elképzelni, hogy a tőlem telhető legmagasabb szinten, vagy a legmagasabb elvált szinten történjen. Legyen ez zene, zenélés, legyen ez egy vadásztársaság vezetése, legyen ez egy megyé vagy országos kamara tisztségviselői feladat, amiket elláttam, meg ellátok most is. Legyen ez a szakmám, a rendelés, a betegellátás, a szakmai színvonal, bármi. Tehát ha azt látom, hogy valahol rajtam kívülálló okok miatt nem tudom a maximumot nyújtani, akkor azt megtanultam elengedni. Azt inkább nem is csinálom, tehát ha valamit csinálok, akkor azt csak is a maximumon. Fél munkát nem szeretek végezni. Akkor inkább, ha látom, hogy csak úgy megy, akkor bele sem kezdek. Nyilvánvalóan ezt várom el a partnereimtől is, tehát mondjuk a betegtől is. Tehát én elmondom egy betegnek, amikor berendkezik hozzám, és jön, hogy cukorbeteg, magas vérnyomásos, aszimével, bajban, ezzel az aramazzal, és akkor kérdezem ki, és akkor közül, hogy hát ő bizony napi fél egy csomag cigarettát elszív,
és hát tulajdonképpen 8 nap is akkor szedni, amikor eszébe jut, akkor meg szoktam állni, és megmondom, hogy nézze, uram, hogyha én megteszek önért mindent, de ön szinte semmit a saját egészségéért, akkor ne fárasszuk egymást, mert akkor esetben nem vagyok hajlandó elvállalni önt. Tehát én vállalom azt, hogy emberileg, szakmailag, orvosilag önből kihozom a legjobbat, megteszem önért mindent, de ha azt látom szemben, hogy ön nem tesz meg mindent érte, akkor abból nem születik együttműködés. Például betegeknél. A másik dolog az, hogy orvosként, ami nagyon fontos, ezt egy nagyon kedves professzorom 101 évesen halt meg ebben az évben, januárban. Varró professzor úrnak volt egy egyetemen egy mondása, amit úgy gondolom, hogy egy életen át elkísért. Tehát ez talán az, hogy minden beteget úgy kell kezelni, úgy kell meghallgatni, úgy kell ellátni, mint hogyha az a beteg a te édesanyád, édesapád, nagyapád, nagyanyád, gyermeked, közeli rokonod lenne. Úgy kell meghallgatni, úgy kell ellátni, úgy kell a kivizsgálását végigvinni, úgy kell a kezelését vezetni. Mindenkivel. Kivétel nélkül. Én úgy gondolom, hogy ezt azért jelentős többségben sikerült betartani az eddigi 32 éves orvosi gyakorlatomban. Nem mindig sikerült, de én hiszem, hogy az nem az én hibám volt. A körülmények, vagy inkább a beteg oldalról nem volt meg az együttműködés. Én minden beteghez úgy állok hozzá, hogy ő gyógyulni szeretne, megtisztel a bizalmával, én a maximumot nyújtom, és bárki, aki a rendőrbe beteszi a lábát és panasszal fordul hozzám, azt oly módon vizsgálom meg, oly módon látom el, oly módon indikálom a különböző vizsgálatokat, a gyógyszeres kezeléseket, hogy azt a szüleimnek sem tenném másképpen, vagy a nagyszüleimnek sem tettem volna másképp. Ez egy olyan dolog, amit én úgy gondolom nagyon könnyű betartani, és szinte egy garancia arra, hogy igen alapos és megszokott színvonalon távoznak tőlem a betegek. Tehát talán ez a két dolog, amit említenék.